11 titulares. Egy soha nem látott mérkőzésen, soha nem látott összeállításban a magyar válogatott. Ne dőljünk be teljesen a feliratoknak, Petri például nem Zsoll, és Palócki valójában Palacki, Voci pedig Váci, Fischer Pál pedig nem Fischer Pál. De ettől eltekintve Mészöly Kálmán egy olyan csapatot küldött pályára, amelyben hemzsegtek olyan játékosok, akik másodszor voltak mindössze válogatottak, öt olyan labdarúgó is helyet kapott a csapatunkban. Petri volt a kapus, Pintér Attila söprögetett előtte egy védelmi négyes, Nagy Tibor, Bordás Csaba, Váci Dénes, illetőleg Palacki János, a középpályán Marozsai János, Dúró József, Keresztúri András, elől pedig Fischer Pál és Bácsi Sándor. Miután FIFA bíró vezette ezt a találkozót, noha argentin volt, itt látható a képen, Lustau úr, a magyar válogatott belement abba, hogy ez hivatalos nemzetek közötti válogatott mérkőzés legyen, ne csupán egy barátságos összecsapás. A magyar csapat jelenlétét elsősorban 75 ezer dollár igazolta. Ennyit kapott a magyar válogatott azért, hogy eljöjjön 91 februárjában erre a dél-amerikai túrára, ahol ez volt az egyetlen hivatalos válogatott mérkőzés, egyébként két barátságos összecsapás következett még ezután Chilében, például olyan rangos csapat ellen, mint a Colo-Colo. A meghívást nagyon nehezen lehetett volna visszautasítani, miközben az argentinok csere sorát látjuk. Például 19-ese azt a Gerardo Martinót, aki később ugyebár a Barcelona edzőjeként, vagy a paraguayi válogatott szövetségi kapitányaként lett, ismert a magyar futballszurkolók szemében. Goikoetxea, Gamboa, Carlos Enrique, Basualdo, Villarreal, Rogeri, Medina Bejo, Franco, Mohamed Vicente és La Torre alkotta az argentin kezdő 11-et. Új az argentinok szövetségi kapitánya Alfio Basile, aki ugye Bilardótól vette át a csapat irányítását, akivel az argentin csapat 1990-ben világbajnoki döntőt játszott a németek ellen, azt ugye 1-0-ra elvesztette. Abból az együttesből a kapus a 90-es VB-n remeklő Sergio Goikoetxea itt volt a pályán, mint ahogy a pályán volt az az Oscar Ruggeri is, aki a 86-os és később a 94-es világbajnokságon is részt vett. Olyan játékosok, mint Maradona vagy Caniggia hiányoztak a nagy sztárok közül, a múlt csillagai közül, és például Gabriel Batistuta vagy Simeone még nem volt ebben a csapatban ellenünk ott a pályán. Az argentin válogatott kezdte a játékot, ne felejtsük azonban el, hogy ebből az argentin kezdő 11-ből később 9-en ugyanebben az évben a Copa Amerikán, a dél-amerikai kontinens tornáján ott voltak az argentin keretben, játszottak is többségük a Copa Amerikán, amelyet megnyert az argentin válogatott. Tehát ez a formálódó argentin csapat az első mérkőzését játszotta 1991-ben, egy olyan magyar válogatott ellen, amelyet hát Mészöly Kálmán úgy tudott összetoborozni. Ugye az idegen légiósok nem játszhattak ezen a találkozón, olyan nevek, mint Kiprich Kovács Kálmán vagy Bognár György hiányoztak a magyar csapatból. Voltak olyan magyar klubok, amelyek nem nagyon engedték el játékosaikat. Ilyen volt az MTK, például Horváth Csaba, Jovár Róbert vagy a sérült Balogh Tibor nem lehetett ott a pályán. Enrique lövése a második próbálkozás mellé megy. A Honvéd például a kapust Petri Zsoltot elengedte, no meg Pisont Istvánt is, de például Vince István, Gregor József vagy Urbányi István már nem állt Mészöly rendelkezésére. Sérült volt Limperger Zsolt és Szalma József, mint ahogy térdsérülése miatt nem jöhetett el Simon Tibor sem. Fodor Imre pedig mandula gyulladás következtében maradt le a túráról. Egy olyan mérkőzésről, amelyre 32 órán keresztül utazott a magyar válogatott, London, Madrid, Rio de Janeiro és Buenos Aires érintésével jutottak el a mieink Rosárióba, ahol végül is teltház több mint 40 ezer néző várta a hatodik Argentina-Magyarország mérkőzést. Nem a magyar csapat számított, tehát semmiképpen sem az esélyesnek,
igazából a mieink sem tudták, hogy ezzel a meccsen mire lehetnek majd képesek. Bácsi Sándor például erőszakosan hátrajött, és ő tette hátra Petrinek a labdát. Petri Zsolt túl volt már ekkora Wembley-beli varázslaton, itt hetedszer volt válogatott. Ő vitte a válogatottsági számok alapján a legtöbbre ebből a csapatból, hiszen végül is összesen 38-szor ölthette magára a válogatott mezt. Pintér Attila indít. Keresztúritól pattant el a labda, de még sikerül megszerezni a vonal előtt, méghozzá nagyon szépen tette középre Dúró, Latorre azonban erőszakos, és aztán megint Dúrónak kell közbeavatkozni, a Brankót azonban nem tudja szerelni. Pintér keresztez, és ő fejeli ki a labdát végül is az alapvonalon túlra. Pintér Attila ezután a mérkőzés után már csak egyszer szerepelt a magyar válogatottban. Itt a 19. mérkőzését ünnepelte, és a jelenlegi kezdő csapatból ő volt az egyetlen játékos, aki valaha e mérkőzésig gólt szerzett a magyar válogatottban. Jön a szöglet befelé, sikerül fölszabadítani, Bácsi jött hátra, és Bácsi Sándor rúgja végül saját helyére a labdát. Bácsi 1989-ben ugye Bicskei Bertalan kapitányság alatt játszott Sevillában a spanyol-magyar mérkőzésen, amelyet 4-0-ra elvesztettünk. Most 1991. február 19-éig kellett várni arra, hogy ismét válogatott legyen, aztán többet a címeres mezt már nem is ölthette magára. Medina Bejótól pattant el a labda. Ramon Medina Bejó egy új támadó, később nem csak 91-ben, hanem 93-ban is ott volt a Copa Amerikán, 94-ben pedig a világbajnokságon is játszott. Itt a River Plate játékosa volt, később Japánban is megfordult. La Torre. Üres középütt egy ember, és aztán vigyázni kellett. Szerencsére nem történt semmi. Ha jól láttam, akkor Mohamed lőtt mellé. Antonio Mohamed először volt válogatott. Pintér. A magyar válogatott arra is appellált, hogy Pintér hátulról, akár kirúgásból, akár ha megszerzi a labdát, 50-60 méteres indításokkal próbálja az előlévőket elsősorban Fischert játékba hozni, aki ugye még ebben a mezőnyben is a remekül fejelő játékosok közé tartozott. Carlos Enrique, ő is Copa America győztes lett később. Mint egy nagy versenyfutás, Gamboa, és Gamboa még Goico Echeának haza tudja fejelni a labdát. Sergio Goico Echea, vagy Goico Echea. Pumpido cserekapusa volt 90-ben a világbajnokságon, de aztán Pumpido sérülése miatt gyakorlatilag a torna második meccsétől végigvédte a tornát, 2-11-es párbajban is. Hősla lett. Medina Bejo. Nagyszerű becsúszás. Coco Basile csapata nagy lendülettel kezdte, hát Basualdo jön előre a bedobáshoz. Az elején úgy kezdtem, hogy soha nem látott mérkőzés, nos, ezt hajnali időpontban, magyar idő szerint hajnali időpontban lejátszott találkozót nem közvetítette akkor a televízió, és a mérkőzés felvétele most került elő. Pintér. A Dúró oldalra. Keresztúri. Basualdo lépett oda Keresztúri Andrásnak. Keresztúri András is másodszor volt válogatott. A Nehru kupán, ahol januárban játszott a csapat India ellen és nyert 2-1-re, dobta be a képen látható Mészői Kálmán a mélyvízbe Keresztúrit. A legnevesebb résztvevője a magyar küldöttségnek egyértelműen Mészői Kálmán volt. Őt ismerték az argentinok, már csak azért is, mert a chilei világbajnokságon 1962-ben
amikor először játszott a magyar válogatott Argentínával, Mésző Kálmán ugye ott volt a csapatban. Mésző háromszor volt három különböző időszakban szövetségi kapitány, ez a második korszakának egyik mérkőzése. Ugye Mészői mind játékosként, mind edzőként 61 válogatottságig vitte. Visconti, pontosabban ahogy ugye az argentin kommentátor ejti, Visconti, Branco, ez rossz átadás, Pintér. És megint jön is a hosszú indítás. Gamboa előnyösebb helyzetben, mint Bácsi, haza is adja a labdát Goikoetxeának. 11 különféle klubcsapatban védett pályafutása során Goikoetxea itt a Racing Club játékosa volt. Villarreal. És most Keresztúri adja haza Petri Zsolthoz. Az kuriózum, hogy mind a két kapus, Goikoetxea és Petri is, az előző évben hazája legjobb játékosa volt. Az év labdarúgója volt 1990-ben Goikoetxea Argentínában, Petri pedig Magyarországon. Pintér Attila. Váci Dénes. Marozsán. Fischer emeli ki a labdát Marozsán Jánoshoz. És Marozsán kiharcol egy szögletrúgást. Marozsán János összesen 4-szer volt válogatott. És ez volt az egyetlen olyan válogatott mérkőzése, amelyen kezdő volt és végig is játszotta a találkozót. A Marozsán név elsősorban a lányáról, Jenniferről híres, aki a német válogatott oszlopa és legjobb játékosa a 2000-es években. Keresztúri szöglete. Goikoetxea pedig már dobja is ki a labdát. Egyelőre kezdi fölvenni a játék ritmusát a magyar válogatott is, Basualdoé a labda. Az természetes, hogy az argentinok kezdeményeznek többet. Basualdo. El Mencho. El Turco. Most a beceneveket említette a argentin kommentátor, Antonio Mohamed esetében Turco, azaz török. Ő kairói születésű, mármint Mohamed, és apai ágon libanoni és szíriai vér, anyai ágon horvát vér folyt az ereiben. Pintér. Fischer, aki ekkor már ismét Magyarországon játszott, miután megjárta az Ajaxot, ugyevár itt ismét a Fradi játékosa volt, aztán 91 őszén került Siófokra, később Fischer Pál, és számos magyar csapatban megfordult aztán. Bedobás. Palocki. Basualdo. Villarreal, Visconti. Nem nagyon tudjuk megtartani a labdát. Visconti, La Torre. Ez rossz. Nagy Tibor nagyon elegánsan. Jobb hátvéd Nagy Tibor. A klubjában, a Vácban. Nagyon sokszor a középső védő posztján is szerepelt. 15 évet játszott a Váci csapatban. Több mint 350 bajnokit. Ő is India ellen a Nehru kupán debütált, és elhozta Mészői Kálmán a dél-amerikai túrára is. Ez egy csúnya belemenés, mert tovább azonban a játék. Keresztúri. Nem jó a beadás. Itt kér elnézést Keresztúri. Keresztúri nagyon sokáig állt a válogatott rendelkezésére.
voltak korszakok, amikor stabil ember volt végül ugye a 97-es jugoszlávok elleni két búcselejtező jelentette a búcsút számára. Alfio Basile pedig egy nagyon-nagyon eredményes korszakát kapta ki az argentin futballnak, miatta is voltak persze olyan eredményesek az első korszakában. Ugye Kopa győzelem 91-ben és 93-ban, 92-ben konfederációs kupa győzelem, a 94-es világbajnokság nem úgy sikerült, ahogy szerette volna. Később aztán 2006 és 2008 között is volt az argentinok szövetségi kapitánya. Medina Bejo, Basualdo, Palacki gyönyörűen szépen hozta el Medina Bejótól, Duro tovább, Keresztúri, és ez most egy gyors támadás lehet. Duro, Nagy Tibor, Marozsán megy a jobbján, Nagy azonban beemeli középre a labdát, hiába ugrik nagyon magasra Fischer, ezt a labdát nem érhette el. Goikoetxea. Conti, Ruggeri, Villarreal ötössel, Basualdo, nagyon sokat van eddig játékban. Igazából az argentinok azt sem tudták, hogy az ő csapatuk milyen játékerőt képvisel, a magyar csapatról pedig fogalmuk sem volt. Azt írt az argentin sajtó, hogy egy tehetséges, vehemens, fiatal, formálódó csapat a magyar. A miénknek pedig a hosszú, fárasztó utazás mellett természetesen az is szokatlan volt, amíg ugye itt februárban igencsak tél volt. Argentínában 25-30 fok közötti hőmérséklet volt napközben. Gamboa érdekes hajviselettel. Villarreal. A Boca Juniors játékosa volt Villarreal, aztán később az Atletico Madridban is játszott. Rosszú. Ha jól láttam, Palacki szöktette magát hosszan. Villarreal, ő kéri el a labdákat. Franco. Nyolcassal Dario Franco, aztán Enrique jönne előre, Marozsán fedezi a jobb oldalt. Argentin bedobás. Egyetlen egyszer győztük le az argentinokat 1976-ban, még Nyilasi Tibor és Fazekas László góljaival, túl vagyunk az első negyed órán. Jó labda, és aztán egy szép kombináció végén száll fölé a lövés. La Torre. Nehezen jön vissza a labda, ez okoz most gondot Petrinek és Pintérnek. A lövés még egyszer. La Torre volt az első játékos, akit új Maradónának emlegettek, és azt mondták, hogy majd Maradona utódja lesz. Hát aztán követték őt szépen sorba, szinte végén láthatatlanul a többiek. Na, megvan a labda. Petri állítja le Pintérnek, ugye Petri Zsolt és Pintér Attila már 1984-ben az ifjúsági Európa-bajnokságot nyert csapatban együtt szerepelt. Gamboa. Ha csak egyszer is elmélázik ott Ruggeri vagy Gamboa, akkor Fischer vagy bácsi kiugorhat. Gamboa. Basualdo. Elpasszolja a labdát. Mehet tovább. Volt jó lövés. A Magyar Labdarúgó Szövetség egyébként kvázi kompenzációként minden egyes játékos után $1000 adott a
csapatoknak, Néző Kálmának, itt sokan bíráltak, hogy mi szükség van erre a túrára. Szó volt arra, hogy esetleg még február 27-én Mexikóval is megmérkőzik a magyar csapat, de végülis abból a meccsből nem lett semmi. Ütközött volna a hazaérkezés egyébként egy magyar kupa fordulóval is. Franco. Viscontival az összjáték. Franco. Nagyon szépen érünk vissza. Mindenképpen megérdemli a dicséretet. Visszazáró bácsi is. Itt pedig Dario Franco. Ő azon a 91-es Copa Amerikán két gólt is szerzett a torna folyamán. Magyar szabadrugás, Marozsán próbálja meg megszerezni a labdát, aztán oda megy Váci Dénes is. Itt Váci Dénes a Tatabánya játékosa volt. Pintér Attila végre előre emeli a labdát. Nem jól. Ruggeri rossz helyre fejelte viszont. Keresztúri. Bácsi, nem tűnt rossznak ez a csel. Nem lett semmi az egészből. Franco szerelt. Gölyka cseh oldalra. Enrique. Viconti. Viconti, Villarreal. Villarreal. Sigue Villarreal. Para Medina Bello, que intentaba sacar. Medina Bello, nem juthatott el. Enrique que recupera para el equipo argentino. Otra vez Viconti. Szervezette játszik ott a jobb szárnyunk, Nagy Tibor és Marozsán révén. Atención, se viene Basualdo. Ez viszont egy jó labda Basualdónak. Mohamed. La torre que también. Y de zurda le pegas. Megpróbálja ellőni. El is lőtte. Egyelőre még veszélyes lövés, nem ment a magyar kapura, lassan ugye az első 20 perc is eltelik. Egyértelmű argentin fölény. Félelmetes volt a hangulat. Rosarióban, ugye ezt a stadiont a 78-as világbajnokságra újították föl. 78-as VB-n itt játszották a brazil-argentin meccset, melyet egyébként Palotai Károly vezetett. Nagy Tibor. Nem rossz indítás ez. Bácsi felé a labda. Nem jut el. Franco. Conti. La Torre. Había tocado desde atrás, quiere Sturi. Váci Dénes fordul. Váci en el pelotazo para buscarlo. Rossz az indítás. A gonoszkodók úgy engedték el ezt a csapatot, hogy hát ha 5-6 góllal megúszza, akkor az nem is akkora szégyen. Ehhez képest jól tartja magát derekasan a magyar válogatott. Kétségtelen, hogy az argentin csapat is új összetételű, mert jóval magabiztosabb és nagyobb önbizalommal játszó játékosok alkotják az argentin válogatottat. Enrique. Keresztúri. Keresztúri. Végül is a jobb oldalt próbálta játékba hozni, de ott megtorpant a felfutás közben Marozsán is és Nagy Tibor is. Franco. Ő is játszott Spanyolországban, majd Mexikóban is, itt még a Newell's Old Boys játékosa volt, Basualdo. Egyetlen egy játékos, Viconti az, miközben Medina Bellót látjuk, aki rosáriói születésű és a Rosarióban futballozott. Számított első számú kedvencnek ebben az argentin válogatottban. Gamboa.
meg persze Kojko Cser kapus, aki valóságos nemzeti hős volt már ekkor. Enrique. Conti, Enrique. Fischer kocog. Ruggeri. Fernando Gamboa. Luis Villarreal. Ruggeri akkor már túl volt egy Real Madridnál tett kiránduláson is. Vele Sarsfieldben játszott. Medina Bello. Hay lateral en ataque sobre el sector izquierdo para el equipo argentino. En el ingreso Carlos Enrique. Medina Bello passzolja ki a labdát, Enrique dobta be. Medina Bello vissza Enriquének. Palocki keveredett át arra az oldalra. Medina Bello beteszi középre. Ott a fejes! La Torre! Petrinek most már vetődnie is kellett, de még nem kellett találkozni a labdával. A brazilok ellen volt először válogatott La Torre, és rögtön gólt szerzett. Pintér. Elképesztő mekkorákat tudott Pintér Attila belerúgni a labdába. Marozsán. Jó is volt, mert átment mindig a túlsó térfélre a labda, és néha meg is szereztük. Keresztúri. Duro. Be középre. Na ez dövő helyzet. Hoppá! Az első magyar lehetőség. Váci Dénes jött előre, és ő lőtt nagy erővel az oldalhálóba. Most hirtelen elcsendesedett a rozáriói közönség. Szép magyar támadás ment végig. Basualdo. Basualdo. Viconti hátra. Presiona ahora el equipo argentino, Viconti, se viene el argentino, Viconti, la torre que la quiere, Viconti, Viconti, Viconti. Viconti próbál elmenni, nem tud. Marozsán szerelt jól. Fischer menne tovább. Ruggeri és Gamboa megoldja, Fischer marad lenn. Nem áll meg a játék. Torre, Basualdo. Gamboa, Fischer még mindig lent fekszik. Enrique, és most jön a játékvezető, Gustavo, hogy megnézze, mi van Fischer Pállal. Ratisalil gel calma el dolor. Lehet, hogy ez a kenőcs segített Fischernek aztán. Ugye az Ajaxban olyan játékosok, ami Danny Blind vagy Dennis Bergkamp játszott együtt Fischer Pál. Az első öt holland bajnokián 4 gólt is szerzett, de egy évre vették kölcsönbe Leo Benhardt kerék a Ferencvárostól, és végül is nem fizették ki az opciós díjat. Így az Ajax nem tartotta, meg visszatért Fischer. De hát a Pilis Szántói Grundról Fischer Pál eljutott az Ajaxig, és eljutott a Rosario stadion gyepéig is. Játékvezetői labda. Marozsá rúgja vissza az ellenfélnek, ahogy azt illik. Basualdo. Keresztúri szépen, Váci. Duro adja el. Bordás hatossal. Rába Eto'o játékosa. Había sido Villarreal el que entró fuerte. Duro el que está en el piso. Közel 7 év után volt újra válogatott Bordás ezen a mérkőzésen. Durót kell ápolni. '88 novemberében volt először Görögország ellen Bordás válogatott. E
es cierto que el mayor colorido lo pone en este escenario las banderas argentinas de distintas localidades del interior de Santa Fe, pero también es cierto que detrás del arco que defiende Goico en este primer tiempo están todos los hinchas de Rosario Central. Detrás del arco que defiende Petri en los 45 iniciales, allí en la tribuna baja están todos los hinchas. Még a vasas játékosa volt Duró, aztán ugye ő Siófokra, a Honvédhoz is elszerződött, izraeli csapatban is játszott. Itt volt hatodszor válogatott Duró József. Pinter, que es el capitán Bassi, uno de los stoppers. És Duró is megkapja maga ápolását. Quizás el más veterano en esta selección, tiene 29 años. Pinter. Nézze, man Duró nagy erővel mutatta, hogy már visszatérésre kész Duró. Josef Pinter. Duró. No lo entiende, la super, no lo entiende, lo van a buscar al hotel, dice, está fuera, ya lo vi, dice el hotel. Petri. No lo vas a entrar. Nagy Tibor. Most Petri bombázza át a túloldalra. Ez az egyetlen esélyünk följuttatni oda a labdát az első vonalba. Gyors lapos passzokkal nem lehet mit kezdeni, mert az argentinok még gyorsabbak. Gamboa, határozottak, erősek. Van Duró, aki visszatért tehát. Debrecenben kezdte az élvonalbeli pályafutását. Enrique dob. Enrique. Medina Bejo. Mennyire Bejoval átjött erre az oldalra Palacki. És mutatja az argentin játékvezető, hogy mi dobhatunk. Sőt, nem is bedobás lesz, azt hanem szabadrugás. Bazualdo mellett Bácsi Sándor. Rendkívül masszív támadó dúó volt ez a Fischer-Bácsi kettős. És ezt is Fischer elfejelte. Gamboa. Aquí está Visconti, atención. Picó el Mencho. La Torre. La Torre. La Torre. Jöhetett be a csel, még mindig ott a helyzet. Visconti. Petri. Kiválóan érkezett Petri Zsolt. Cada vez más calor aquí en Rosario y cada vez hay más gente. Hopp, ez megismét egy szabálytalanság. Igazából a széleket nem tudják az argentinok sem kihasználni. Középük pedig jól tömörül a válogatott, Pintér Attila pedig remekül dirigálja hátulról a védekezést. Így aztán újabb negyed óra telik el, és még mindig 0-0. Palacki. Pintér. Pintér. Picit lehetett volna pontosabb is. Enrique kapja Goico Echeától. Visconti. Az eredmény 0-0. Bazualdo. Branco. És egy nagy Petri védés. Óriási. Hű, micsoda védés volt. Medina Bejo lőtt, majdnem gólt. Villarreal lövése meglepattan a blokkról. Ezt kikapni onnan a felső sarokból. Bravo Petri Zsolt. Csel befelé. És szenzációs Petri mozdulat. Se viene el tiro de esquina. Favorable al seleccionado Ramón Medina Bejo lőtt. En el primer palo está ubicado Nagy. Most pedig argentin szöglet. Petri, el arquero acomodando a sus jugadores. Se viene Franco, se viene el cabezón Ruggeri, también está Gamboa, el Mencho que quiere, Ruggeri que no podía. Keresztúri. Y se viene el Duró. Ataque, la está pidiendo Bassi por adentro. Duró. Jó a keresztlabda. Fischer que intentaba. Labda levétel. Franco que recibe de Ruggeri. Franco. Visconti.
Conti, La Torre, Villarreal, újra La Torre, Basualdo en la derecha, Villarreal. Villarreal. Basualdo. Mohamed por adentro. El Mencho que era pibe. Se viene. Basualdo Jucellel indul. Palocci. Gamboa. Palocki. És még az indítás sem rossz így. Ruggeri, majdnem elpöckölte mellette bácsi a labdát. Gamboa nagyon nagy vonalon elengedte. Magyar bedobás. Que no se distraigan, dice alguien. Keresztúrion. Franco que se acerca para tapar. Allí estaba Bacci. Bacci. Franco. És az argentinok hazafejelik. El momento del saldo es favorable. Itt már túl voltunk, nem csak a 62-es világbajnoki mérkőzésünkön az argentinok ellen, amikor gól nélküli döntetlen lett, hanem a 78-as és a 82-es világbajnokságon is találkozott egymással a két csapat. Mind a kétszer az argentinok nyertek 2-1-re, 4-1-re. Gamboa. Szabadrúgást kapunk viszont, mert Fischert labda megszerzésében akadályozta ellenfele. Hát Gustavo játékvezetőre nem lehet különösebb panasz. Keresztúri dobja egy 6-8 méterrel előrébb a labdát. Nagy Tibor. Bordás. Nagy. Nagy. Ez az volt. Próbatétel elé még nem állt Goikoetxea. Váci Dénesnek volt egy oldalhálója. Keresztúri megszerzi a labdát, Basualdo. Keresztúri nem tudta őt kicselezni. Elnézést kér Keresztúri, aztán ott hagyja a labdát. Ruggeri. Biconti. Biconti. La torre que viene buscando. Bordas que lo estaba encimando. Basualdo. Medina Bello por adentro. La torre que ya llegó. Biconti que la pide. Ott volt Váci mellette. És végül is Váci Dénesről ment ki a labda. Tiro de esquina desde la derecha para el equipo argentino. Se viene Oscar Alfredo Ruggeri, se viene Fernando Gamboa, Darío Franco ya está en el área. A szöglet rúgás pedig David Biconti végzi el. Ott a fejes Petri véd! A második Petri parádé. Ruggeri, a csapatkapitány. Közben valami történt, ezt nem láttuk most. Óriási fejes, de Petri a helyén. Megnézhetjük innen is. Ugye kevesebben vagyunk, mert két magyar játékos ott a bal, illetve a jobb kapufánál. Ruggerire így nem maradt védő. Ő fejelt, Petri védett. Ez a megszokott forgatókönyv szabadrugásnál. Keresztúri előrehajítja, de most inkább hátra teszi Pintérnek. Pintér indít, jól. Goikoetxea, Duro volt az, aki végül nem tudta a labdát megszerezni. Franco, Enrique, Biconti, Mohamed. Mohamed. Ez meg Petri lesz. Két nagy lehetősége volt az argentin csapatnak. Van Basile. 43 novemberében született. Pinter. Két évvel fiatalabb, mint
Hiszű Kálmán bordás. Fischer és bácsi nem nagyon tudja megtartani a labdákat, ha nagyon igyekeznek. Bordás. Szépen avatkozott játékba. Bordás Csaba is négy válogatottságig vitte. La Torre la pide por adentro. Ramón Ismael. Falta. Hay tiro libre. El rechazo de Palocci. Tiro libre para el seleccionado argentino. Se queda Ruggeri en la mitad de la cancha como último hombre. Bácsi Sándor. Le dice a Basualdo que date vos que yo voy a buscar. Elég vodregényes volt. Játékos pályafutása után is az élete. Mohamed cerca de la media luna. El Mencho que ya se está metiendo. Argentin szabadrúgás tehát. Az első fél idő hajrájában. És itt már Petri sem tud segíteni. Vezet az argentin válogatott Dario Franco góljával. Ez annyira erős és pontos fejes volt, hogy Petri nem tudta kivédeni. Hozzáér még ugyan a magyar kapus. Hát bizony lemaradtak a védők, teljesen tisztán fejelhetett Franco. Érett a gól, hiszen kezdeményező volt, több helyzet is kidolgozott az argentin csapat. De nagyon-nagyon jó lett volna, ha sikerül esetleg kihúzni, legalább a fél idő végéig. Nem sikerült. Argentina Magyarország 1-0 tehát. Értem a vitát az argentin játékosok. Mit akarnak a saját bírójuktól? A labda megvan. Bácsi és Fischer pedig ott áll, hogy a középkezdést elvégezzék. Csak most jó lenne nem összeroppanni. Hát nem lehetett kibírni ilyen hangulatban, ilyen ellenfél ellen. La Torre. Bordás kíséri. Villarreal. Ez rövid. Ruggeri volt határozott. Enrique. Diego La Torre con su marcador Bordas. Llegó Mohamed, llegó también Franco. Aquí está Visconti, atención que le pega muy bien. Bordás, aztán egy lövés. Viscontitól egy újabb helyzet ez meg fölé. Medina Bézsó lőtt fölé végül. Itt pattan le az első próbálkozás, és aztán Medina Bézsó vágja az égbe. Kicsit Marozsántól sanyargatva. Nincs meg a labda. Egy állandó probléma volt ezen a találkozón. Señoras y señores, últimos 4 minutos de este primer tiempo. Torneos y competencias a través. Petri is pintér legalább nyugodt körülmények között, hát már amennyire Rosarióban nyugalom volt valamikor is, beszélheti meg. Kell kihalászni a labdát, végül van egy, másik. Bíró se érti, hogy most akkor mi van. Az nem jó labda? Marcelo. Señor. Pintér képes azt is átbombázni a túlsó térfélre, kétségünk ne legyen. Meg is történt. Most viszont argentin szabadrúgás.
Fischer próbált helyet csinálni magának. Conti, Enrique. Como sigan desapareciendo. Este es Diego La Torre y aquí se viene. Se venía Visconti, Villarreal, Enrique exigido. Sigue Enrique. Enrique cop top shot. Villarreal, se viene Villarreal. Diego La Torre. La Torre. Nagy területet játszik be La Torre. Gamboa. Gamboa. Ruggeri. Ruggeri. Enrique. Enrique. Mohamed. Mohamed. Vác irángatja. Villarreal. Villarreal. Enrique. Enrique. Medina Bejo se ubicó por adentro. Aquí está el Mencho. Medina Bejo. Lepattan a labda. La Torre előtt. Petri. Nagyon megnyomja a félidő hajráját az argentin válogatott. Állandó éberségre késztetve ezzel Petri. Pintér. Magyar válogatott csapatkapitánya volt ezen a mérkőzésen. Vasi, se viene Nagy. Por adentro Fischer, acompaña Duro, también Vasi. Marozsán. Váci hátra. Pintér. Pintér, most megtartjuk a labdát. Pintér küldi aztán előre. Még az akár lövőhelyzet is lehet. Bácsi. Bácsi fordul le és teszi hátra, aztán Marozsán. Nem sikerült kapura lőni. La Torre is hátul. Visconti, Enrique. Medina Bejo. És Nagy Tibor. De kár volt az előző lehetőségért. Hiszen a magyar válogatottban azért rengeteg távolról kiválóan lövő játékos ezen a mérkőzésen. Ramón Ismael, Medina Bejo. Medina Bejo. Pintér szerelt. Akkor pedig Nagy Tibor. Holt térbe rúgta Nagy Tibor. Enrique. Visconti, Enrique. Be középre. Újabb gólhelyzet Petri. Ezt is védi és aztán vigyázni. Azt hittem Palacki el fogja fejelni a labdát. Enrique. Nagyon jól játszott a bal hátvéd az első fél időben. Testvére is futballista volt Carlos Enriquének. Őt kell most ápolni. El doctor Arrural, que ingresa para asistir a Enrique. Allí está Mohamed. Ez már a második lehetőség. Y ese es el motivo de estar caído, dolorido en la mitad de la cancha. Allí estaban charlando Pintér, que es el libero con el arquero Petri. És megint egy komoly beszélgetés alakul ki. La Torre, la bolsita con agua para que se refresque. Ramón Ismael Medina Bello. Enrique is tudja folytatni a játékot. Ilyen hangulatban, hát főleg a kapusnak van nagyon nehéz dolga. Több kilónyi pénztárgép szalagott Petri Zsolt mögött. Aki minden védhetőt védett, sőt néhány védhetetlennek tűnőt is. Annál az egy Franco fejesnél. Csak beleütni tudott a labdába. Pintér. Ruggeri que devolvía Franco. Franco. Basualdo. Basualdo. Enrique. Enrique. Oscar Alfredo Ruggeri. Ruggeri. Enrique. Nazareno Visconti. La Torre. Diego La Torre. Villarreal. Franco abierto en la derecha. Aquí está Basualdo. Basualdo.
La Torre que la quiere otra vez. Basualdo que se agranda. Cselezget. Infracción, tiro libre para el equipo argentino. Bácsi volt szabálytalan. Megpróbált hátrajönni, segíteni. Kire elnézést Bácsi Sándor. En el área húngara. Basualdo que estaba conversando con La Torre. Diego La Torre, Luis Villarreal. Oscar Alfredo Ruggeri. Ruggeri. Enrique. Carlos Enrique. Villarreal. Villarreal. Viconti. Villarreal. Viconti. La buscaba para Még Mohamed. Egy indítás előre. Mohamed ez nem jutott el. Váci ügyesen. Keresztúri. Keresztúri. Jó volt. Bácsi. Hubo infracción de Villarreal. El árbitro dice que no, que la falta fue del jugador húngaro. Allí intenta sorprender. Bácsi megmozdulásait most nem tolerálja a játékvezető. Basualdo. La Torre. Se viene solo Enrique sobre el sector izquierdo, lo habían tocado en la mitad de la cancha, había sido Bassi. Corresponde tiro libre para el equipo de La Torre-nak. Basualdo. Már az argentinok elvégezték a szabadrugást. Basualdo. Carlos David Nazareno. Villarreal. Villarreal. Quiere bajar la cortina el equipo argentino. A félidő végét várja már, tehát mind a két csapat, a játékvezető azonban még. Basualdo. Engedi Basualdo. 3 minutos 15. Gamboa. Basualdo. Pichi, ¿por qué no Basualdo. Medina Bello. Basualdo. Medina Bello. Cel nem jött be. Gamboa-é hátul a labda. És ebben a pillanatban van vége az első félidőnek. Hát a szó nem rossz értelmében mondom, hogy szedett-vedett magyar válogatott, hiszen tényleg nagy művészet volt egyáltalán összerakni a csapatot Mészöly Kálmánnak. Szépen helytáll a világbajnoki ezüstérmes otthonában, de tegyük azt hozzá, hogy az argentin válogatott komolyabb játékerőt képviselt, és az első félidő után megérdemelten vezetett. A szünetben egyik csapat sem hajtott végre cserét. No hay modificaciones ni en Argentina ni en el equipo húngaro, Marcelo. Allí está Goico. Goico Csehának pedig a világon semmilyen védeni valója nem volt. Modell is volt hazájában Goico Csehá. 44 válogatottságig jutott végül. Ami a válogatottsági számokat illeti, ugye Ruggeri majdnem elérte a 100-at. De hát Ruggeri volt ennek az argentin válogatottnak a legtapasztaltabb tagja. 29 évével, ezért is ő volt a csapatkapitány. És voltak nagyon a 20 éves elején járó futballisták is, mint Gamboa vagy Mohamed az argentin csapatban. Nálunk ugye a korelnök a kezdő 11-ben Nagy Tibor volt. És jöjjön a második fél idő. A Buenos Aires-i magyar nagykövetségen egyébként ekkor már a túráér járó pénzt letétbe helyezték, és ott volt a páncélszekrényben. Azon pedig nagyon-nagyon sokáig vitatkoztak, hogy vajon erre a túrára megérte-e elmenni. Ugye a hazaút során elvesztek a csomagok is, de azt gondolom, hogy aki ezen a mérkőzésen játszott, független az eredménytől, hiszen most jelenleg vezet az argentin válogatott, az erre a meccsre azért szívesen emlékszik, mert ilyen hangulatban futballozni, noha akkor 90-es években még magyar bajnoki mérkőzésen is elég sokan voltak, de élete élménye. Ez, mintha kint lett volna már. Így van. Itt szöglet. Jól kezdjük a második félidőt, de mondjuk inkább azt, hogy az argentinok rosszul.
Pál Fischer. Curiosamente ponen tres hombres. Marozsán megy szögletet rúgni. Ruggeri que lo dejó a Fischer. Gamboa que Marozsán. Va Fischer. Gol Kocsia. Otra vez la pelota para Marozsán. Marozsán ismét. Mohamed que bajaba. Mohamed mellett megpróbálja meghúzni. Mohamed legalább olyan gyors, mint Marozsán. Kinn a labda. Vamos a ver si mejoran un poco los húngaros, porque a medida que los húngaros mejoren, seguramente habrá... Marozsán János a négy válogatott meccséből háromszor győztes csapattagja volt. Ha demostrado clara superioridad a lo largo de los primeros 45 minutos. Villarreal, Viconti. Viconti. La venía buscando Diego La Torre, que saca... Körülnéz Viconti. Hasta la mitad de la cancha se lo llevó. Basualdo. Basualdo. El número 10, Bashi. Este es Luis Villarreal. Villarreal. Se la prestó a Franco, el autor del único gol Franco. De este encuentro. El capitán argentino, Carlos Alfredo Ruggeri. Ruggeri. Luis Villarreal. Az argentinok nem rúgdossák előre a labdát. Basualdo, Villarreal. Ők megpróbálják előre hozni. Inkább. De szinte mindent középütt, ez viszont gólhelyzet, így! És ott a második. Antonio Mohamed lehet, hogy egy kis falttal indult, ha jól láttam Pintér Attiláról. Ez most nagyon gyorsan jött. 2-0. Itt gyanús nekem, hogy hogy tudott ilyen gyorsan meglépni Mohamed. Ő szerezte a második argentin gólt. És ez volt Mohamed első gólja a válogatottban, akkor még nem tudta, ugye a válogatott újoncáról volt szó, hogy egyben az utolsó is. Ezen a meccsen kívül még háromszor volt Antonio Mohamed válogatott. A Copa Amerikán ő is ott volt 91 nyarán, amikor nyert az argentin csapat, de nem lépett pályára. És ugye a 2006-os világbajnokság alatt pedig autóbalesetet szenvedett fiával. Fia életét is vesztette 9 évesen, ő pedig nagyon súlyosan megsérült abban a balesetben. Nem úgy alakult semmilyen szempontból az élete, hogy szerette volna. Bordás. Nagy Tibor is oda csúszott. És most ő dobhat. Otra vez Bordás. Villarreal arranca Villarreal. Diego La Torre, Mohamed. Mohamed. Nagy üldözni. Nagy que viene. Viconti para dentro, Medina Bello. Mohamed kivitte. Se le terminó la cancha y saque desde largo. Mohamedről ezen a mérkőzésen úgy tűnt, hogy proféta lesz a saját hazájában, de nem. Ya entró esa pelota pinta. Devuelve. Megvette őt a Fiorentina 91-ben, de rögtön kölcsön is adta. És a szériában nem játszott. La Torre. Viconti. Viconti. Átjut Pintéren. Nagy Tiboron már nem. Viconti helyzet, és utolsó pillanatban Palacki. Nagyszerűen. Hatalmas léptekkel közeledik Pintér Attila. Nyilván játékvezető felé. Argentin szöglet. Carlos Daniel Nazareno Visconti en el tiro de esquina con la pierna derecha de Franco Hayes kedik középütt. Llegó también Gamboa. Viconti. La presencia es del señor Lusto. La amarilla para el capitán. És sárga lap Pintérnek. Es el primer amonestado en Hungría. Pintér egyébként a magyar csapat második mérkőzésén a Colo-Colo elleni összecsapáson ki is állította az akkori játékvezető. Enrique dob. Mohamed. Mohamed.
Megpattan a labda, ugye miénk lehet, Bordás. Villarreal, Enrique. Villarreal. Hát trükköznek is az argentinok. Itt azért felrémlik az, hogy nehogy tényleg kiütéses vereség legyen a vége. Villarreal. Megint az övé. Enrique. Viconti. Szöglet. Marozsán. Marozsán sokat dolgozik, kell is. Egyébként sem lehet panasz a magyar válogatott játékosainak igyekezetére, hiszen mondjuk Bácsi, Fischer vagy Dúró, de még Keresztúrit is ide sorolom, nem a zongora cipeléshez szokott. Itt pedig azt is kell, Petri! Már szabálytalanság történt bent középütt, mert leállítja Petri Zsolt a labdát Pintér Attilának. Aquí tenemos la jugada, va Ruggeri que empuja, allí el árbitro sanciona. Ott már fújt a játékvezető, most pedig lennmarad Fischer Pál. Aztán fölpattam, már mennyire pattanni tudott. Basualdo. Palacki és Medina Bezsó. Még mindig ott a helyzet, Viconti. Fölé. Medina Bezsó. Most azért percenként kerülnek helyzetbe az argentinok. Második félidő nagyon egyoldalú. Láthatóan földobta a második gól az argentin csapatot. Pintér. Miénk lehet? Keresztúri engedi ki. Viconti. Torre. Dúró próbálja visszaszerezni. Basualdo. Villarreal. Á, keményebben kellett volna odalépni a Marozsánnak. Enrique. Enrique. Nem. Nagy Tiboron nem lehet csak úgy átjutni. Enrique aztán megpróbálja fölrúgni Nagy Tibort. Finom csel volt ez. Váci. Jó a fordítás. Nem. És vigyázni kell, Viconti. Odaadja Marozsánnak, meg ebből el tudunk talán indulni. Fischer. Így is jó. Keresztúri. Palocki lopakodik, aztán mégis inkább Bácsinak. Bácsi nagyot esik, hogy átvette a labdát. Azt hittem, hogy ellövi. Y ya sale lentamente para el equipo argentino Carlos David Nazareno Viconti. Franco. Nagyon izgatja az argentinokat, hogy egy-egy magyar épp lent fekszik a füvön. Enrique. Pintér. Ellenfélhez sajnos, Viconti. Franco, ez lesz gyanús, Petri. Biztos, ami biztos, kivetődik és megfogja a labdát. Na most. Jó lenne tudni, hogy mi történik. Az biztos, hogy Antonio Mohamed, a második gólszerzője kijön ápolást kérni. Ugye 47. percben talált be. ¿Qué dice el Coco a todo eso?
Nincs Bácsi Sándor. Szorul ápolásra. Ugye a Volán után az Újpestben játszott, egy picit a Vasasban is, de nem futott be akkora karriert Bácsi Sándor, mint amit jósoltak neki. Súly és alkohol problémák kísérték pályafutását. Csak még azon túl is, hiszen később a hatóságokkal is meggyűlt a baja. Kábítószerre való visszaélés miatt börtönbüntetést is kapott. A civil életben pedig szakácsként tudott aztán dolgozni, eredeti szakmájánál maradva. Pintér. Váci. A Tibor. Villarreal, Marozsán. Váci indít. Diego La Torre. Váci. Váci. Basualdo. Basualdo. Jól fordult. Lo que pasa es que la han cortado y entonces uno visualmente no la puede observar. Usted de acuerdo al reglamentado por FIFA. Melegítő magyar játékosok. Diego La Torre, la estaba pidiendo Villarreal, también Visconti. Aquí está Visconti, se viene Enrique sobre el sector izquierdo, sigue Villarreal. Se cerró Ramón Ismael Medina Bello, Visconti se fue al área. Franco que viene solo, Franco que ataca, Franco que quiere. Sosu, Pintér. Pintér cruzando y hay tiro de esquina desde la punta derecha. Nem engedhette ki Pintér Attila, mert ott volt az argentin játékos, gondolta, hogy esetleg kihozza oldalra. De átcsúszott a labda az alapvonalon, szöglet lesz. Le va a entrar a la pelota Visconti, se viene al área el jugador Gamboa. Mohamed como último hombre, Gamboa y Franco cerca, Ruggeri también llegó, Enrique por las dudas, el primer palo. Franco is elől, Ruggeri is elől. Ha kintről kanyarodott volna vissza a szöglet, így is van. Petri kocog el a labdáért. Ezután a mérkőzés után a magyar válogatott legközelebb, bő egy hónappal később Spanyolországban játszott Santanderben és nyert 4-2-re. Petri megmaradt a csapatból. Palacki, Nagy Tibor, Marozsán jutott még szóhoz ebből a gárdából. La Torre, Franco. Visconti. El Mencho que pierde frente a Palocci. Palocki. El Mencho que recupera. Legalább következetesen Palocci-nak nevezi őt az argentin kommentátor. Mohamed tovább. Nagy helyzet. Túl komplikálják az argentinok. Franco. La Torre már lőhetett volna. Villarreal. Ez meg így szabad rúgás lesz. La Torre. Ratisalil gel calma el dolor. Játékvezető érdeklődik, hogy hogy van. Mi pedig hasznosan töltjük az időt közben. Petri sorfalat állít. És jön a csere. Keresztúr jön majd le. De nézzük előbb a szabad rúgást. Váci és Pintér a sorfal közepén. Visconti! Petri! A mérkőzés után még a világbajnoki ezüstérmes Gojko Csea is nagyon méltatta Petri Zsoltot. Tényleg szuper formában volt Petri. Enrique. El Mencho.
Ya no, se viene el primer cambio para los húngaros. Exacto, se va a ir el número 8, Keretsuri. Villarreal. Marozsán, nem tudta megszerezni Enrique. Nagyot kap, Basualdo, Mohamed és Palacki. Franco, el autor del primer tanto. Este es Villarreal y aquí está Carlitos Enrique. Ramón Ismael Medina Bello, Visconti por adentro, Mohamed César. Medina Bello húzódik ki. Sigue el Mencho. Váci Dénes jött vele. Villarreal, ahora no que está tapado. Basualdo. Basualdo. ¿Cuántos goles tiene? Megoldja. Desde posiciones parecidas a esa. Está levantando su bandera. És akkor a Petri Pintér tandem, illetve az első magyar csere. Még nem az elektronikus táblák világát éltük. Se retira, como había anticipado, Oscar Crispino. Keresztúri, e ingresa Pison. 12-essel Pisont István érkezett. 1970-es születésű játékos, tehát egy 21 esztendős, aki már az is meglepetés volt, hogy a Keretbe behívta őt Mészői Kálmán, a Honvéd játékosát. Akkor még talán nem volt a legnagyobb király. Pisont, aki aztán később ugye Belgiumban és főleg Izraelben fantasztikus karriert futott be. Ez volt az első válogatottsága Pisont Istvánnak. Helyett további 30 követett aztán később. 2-0-nál Somogyi József melegít. Entre el y Goico se repartieron todos los autógrafos del equipo argentino. Gyűriek középpályása. Gamboa. El Mencho. Mohamed que apuraba. Allí tocaba Bashi para su arquero. Petri fogja meg. Méghozzá az alapvonal előtt, hogy ne legyen szöglet. Allí se está preparando Basualdo, devolviendo esa pelota para el equipo argentino. Basualdo a lelátóra bólintja. Palocci. Palocki. Todo mucho más lento, Marcelo, ¿no? Uh-huh. Bordás. Pison que no podía. Felé. Recupera para el equipo argentino. Villarreal. Bemutatkozásképp belekapaszkodik Villarrealba Pisont. La Torre. Gamboa. Ruggeri. Ruggeri. Se había quedado Pinter. Es Pinteri. El libero. La pide en la derecha Nagy. Se viene también en este mismo sector. 1990-es években azért nagyon-nagyon sok csapat söprögetővel játszott. Pisont. Villarreal. Tovább pattan róla jó irányba Fischer. Bordas. Két szép megmozdulást követően. Bordás, Tibor, Nagy Tibor. Nagy. Pisont, most hosszú ideig nálunk volt a labda, és kapunk is egy szabadrugást. Pisont elküldi onnan Marozsánt is. Pintér. Pisont. Pisont. Duro. Bordas. Bordás. Duro. Jó, Duro csúsztatása. Eddig tartott a magyar támadás. Hátra ütött futás közben Enrique. Játékvezető nem sípolt. Valószínűleg nem is látta ezt. Enrique. Villarreal. Villarreal. Diego La Torre. La Torre is hátul. Mohamed Basualdo. Franco está acompañando por adentro. Mohamed que la pide otra vez. Gamboa. Gamboa. Basualdo. Fuera Basualdo. Para Medina Bello. En la marca está Bordas. Szélén Medina Bello.
És Medina Bezsóról kinn a labda. Bordás. Váci. Bordás. Bordás. Homorít egyet. Chava Bordas y se viene la segunda modificación en el Fölépül Bordás Csaba. Pedig egy csere. 14 ingresa Somogyi. Se va el número 10 Sándor Bácsi. Bácsi helyére jön majd Somogyi. Ő is újonc volt, Somogyi József. Poca cintura. A győriek középpályása. Aki aztán majd Siófokon, a Csepelben is játszott, Kóreában, Izraelben, Ausztriában profiskodott. Ezt a válogatottságát, a debütálást még 5 mérkőzés követte. Gamboa! Az a lendület, ami az argentin válogatottat jellemezte a második félidő elején, az alább hagyott azt a szakaszt egy kapott góllal vészelte át és oldotta meg a magyar válogatott. Az argentinok vezetését és várható győzelmét semmilyen veszély nem fenyegeti. Basualdo. Sigue Basualdo. Basualdo. Buscaban a Mohamed. Pinter. Pedig Petri. Dobbi 10 percben Petrinek is talán csak egy védeni valója volt. Nagy Tibor gurítja haza. Basile en silencio. Sí, dialogando con el panadero Díaz solamente. Pinter. Ez az eredmény igazából egyik csapatnak sem rossz. Ugye az újjászervezett argentin válogatott úgy néz ki, hogy győzelemmel, méghozzá nem minimális győzelemmel kezd. A magyar válogatott, amely hát inkább közelebb állt a magyar B-hez, vagy a magyar liga válogatotthoz, pedig a világbajnoki ezüstérmes félelmetes otthonában csak 0-2-re. Ariel Boldrini készült beállni. Ruggeri. Basualdo viene para encimar Somogyi, recientemente ingresado. Sigue Basualdo, aquí la tiene Villarreal. Arranca otra vez el equipo argentino. Franco Villarreal. Franco Villarreal. Aquí está Dieguito La Torre. Viconti por adentro, Franco por adentro, Mohamed por adentro. Villarreal, la que Enrique, sigue Villarreal, aquí la tiene Loco Enrique. Villarreal un folyik át szinte minden támadás. Nincs hípszó. Bordás. En el sector izquierdo favorece al equipo argentino. Elfutott már onnan a Nagy Tibor. Enrique dob. Kapja vissza a labdát. Carlos Enrique. Viconti. Villarreal. Villarreal. Enrique. Enrique. Ya llegó Franco como último hombre buscando en el área. Villarreal. Villarreal. Viconti. Viconti. Villarreal. Bordás. Mehet tovább a játék. Bordás határozott belépőjét követően. Marozsán. Rossz továbbítás, de így még a miénk. Jó. Duro, de mit csináljon vele? Somogyi. Duro. Franco que se acerca. Buscó la infracción y hay tiro libre, según lo indica el señor Juan Carlos. Durot felvágták. Játékvezető mutatja az argentinoknak, hogy nem véletlenül mászott négy kézláb a magyar játékos. Eddig csak Pintér kapott sárgát reklamálásért. Está esperando Fischer en el área y también llega Vasi, uno de los stoppers. Solamente dos húngaros
en el área argentina contra 1 2 3 4 5 6 7 egyszer Fischer fejét sikerülne megtalálni. Duro aztán ugye Fischerrel a Siófokban együtt futballozott, nem is pár évvel, talán pár hónappal később. Hát ez nem volt a legjobb szabadrugás. Fischer azért eléri. Nagy. Marozsán. Eltűnt egy magyar játékos. Mohamed rúgta előre. És Pintér fogja meg a labdát. A játékvezető ugyanis megállítja a játékot. Lehet, hogy még ápolni kell egy magyart. Úgy láttam, mintha a 16-oson belül ott maradt volna. Talán Bordás. El reglamento es igual para los amistosos que para los partidos de Copa del Mundo. Mondrini, que terminó de conversar con Alfio Basile. És jön az első csere tehát az argentinoknál is. Erike. Ruggeri. Gamboa. Allí sale el equipo argentino con Basualdo. Pazualdu, Gamboa és Ruggeri. Levanta la cabeza Ruggeri. Lo que le debe costar, Basualdo. Basualdu. Gamboa megnyújtja. Medina Bello felé, Medina Bello palackival nagy csatát vív. Palacki felszabadított, és ez még a miénk lehet. Marozsán. Pichont elvette tőle Villarreal. Latorre. Enrique. Most jöhet majd valószínűleg a csere. Se va Ramón Ismael Medina Bello. Ingresa Ariel Boldrini. Ariel Boldrini, tehát Medina Bello helyett. Argentina se ha quedado en estos últimos minutos. 19-essel. Nem tartozott a argentin futball legnagyobb alakjai közé Boldrini. Ellenünk játszott. Pintér. Bő negyed óra van hátra. Két gólos argentin vezetés. Marozsán. Tocaba Villarreal. Mohamed le empaló muy bien para Diego Latorre. Villarreal otra vez. Ya se la Visconti. Mohamed. Boldrini ya se fue por adentro. Sigue Mohamed. Se viene Mohamed még. Ez rövid. Pichont. El pelotazo. Nem jutott el Fischerhez az indítás. Nem volt rossz ötlet különben. Viconti, Villarreal, Enrique, Ruggeri, Basualdo. Picó Boldrini en el sector derecho para él, es ese pelotazo en la marca Zapadochi. Se viene Boldrini, Mohamed por adentro, la torre que llega. Palacki. Boldrini que quiere, Palocci. Ő állva marad Boldrini, nem? Aztán Palacki odaadja a labdát az ellenfélnek. Diego La Torre, Boldrini, azt kér megint hozzá. Szögletrúgás lesz. Ahogy beállt Boldrini rögtön. Aktivizálta magát. Viconti. Ruggeri is elől. Gamboa is elől. Petri jön és húzza le a labdát. Hemos ingresado los últimos 15 minutos. 76. perc. Internacional que la Argentina le gana a Hungría por 2-0. A los 38. Két gólos argentin vezetés az első félidőben. Franco a második elején Mohamed szerzett gólt. Nagy Tibor. Televisa para toda la Argentina. Canal 13 de Buenos Aires.
Bashi. Váci. Nagy. Váci. Váci hagyja. Nagy Tibor így végül is Petrihez gurította. Váci Dénes. Dénes Váci. Nagy. La Torre que estaba presionando, por eso Mohamed casi recupera. Villarreal se quedó dolorido. Marozsán. Fischer. Que estaba marcando a Marozsán. Marozsán. Fischer. Se llevaba Fischer. Még a miénk a labda, Pisont. Mohamed exigido. Pisont kipöckölte. De oda kellett csúsznia Pisont Pistának. Ja, hogy az argentinok rögtön lekontrázzanak minket. Ez volt a 43. találkozója a kispadon Mésző Kálmánnak. Ja, a 92-es Európa-bajnokság selejtezőire készült a magyar válogatott. Tehát arra az Európa-bajnokságra sem sikerült kijutnunk aztán. Mohamed. La Torre. La Torre ollózott volna. Franco. Boldrini. Estás disculpado. Nem lett népszerű ettől a lövéstől. Kicsit olyan meccsvégi hangulat van már egy jó negyed órája. Pintér. A magyar válogatott próbálkozik, de ellenfél kapujáig nem tud eljutni. A pályt viszont helyzet, Mohamed. Mohamed teker, Petri! Hát ugye azért olyan 10-15 percenként az egyik felső sarokból kipiszkálja Petri Zsolt a labdát. Legyen szó első vagy második fél időről. Szépen oda nyesegetik az argentinok. Sokadik, lassan számolhatatlan sok nagy védés Petri Zsolt. Jön a szöglet, jön Petri is, és az övé. El arquero que le regala la pelota al equipo argentino. Kirúgása pontatlan Petrinek, Basualdo. Goikoetxea. Erike. No sé por qué. Ruggeri. Erike mindössze 9 válogatottságig jutott aztán el. Villarreal 8-ig, de Mohamed 4-ig, Viconti 5-ször, La Torre 6-szor játszott az argentin válogatottban. Villarreal. Ruggeri. Erike. Que grita el coco? Opa. Hubo infracción sobre Diego La Torre, había sido cometida por su marcador. La Torre. Y ahí tiro libre favorece al equipo de Basile. Szabadrúgást mutat a játékvezető. Franco que llega al área. Boldrini como último hombre, Visconti. Visconti. Villarreal. Ruggeri lo agarraron a mitad de camino, por eso está en esa posición. Intentaba otra vez Ruggeri, Franco que recupera para el equipo argentino. Allí le pegó Gamboa. Egy lövés messziről, na. Saque en el arco para los húngaros. Petri megy guberálni egy lasztit. Az előre húzódó Gamboa. Gamboa itt még a Newell's Old Boys játékosa volt, aztán megjárta a River Plate-et és a Boca Juniors-t is. Majd játszott Svájcban a Grasshoppersnél, előtte még Spanyolországban is volt egy rövid kitérője a Real Oviedo csapatában. Allí devuelve para enésima vez el jugador Ruggeri. Pisón que intenta luchar. Villarreal y se viene Basualdo.
Basualdo. Aquí está Boldrini. Palocki. Aquí está Gamboa. Indítás, az nem lehet, nem lehetett jó, hát azon a tájékon már régen nem járt magyar. Villarreal. Villarreal se venía Boldrini, pero el árbitro marcó la posición adelantada, tiro indirecto. Eso es lo que está señalando. Ustedes lo observan, el señor Juan. Se nagyon láttunk, hiszen Pintér azért mélyen behúzódva védekezett, mint közép hátvéd, csöprögető. Sí, sí, hay tiro indirecto. Kevésszer állítottuk Lesre az argentinokat. Vási. Váci. Pison. Pisont. Somogyi. Tocaba justo el jugador Franco. Pintér. Palocci. Ruggeri. Nagy. Presiona Tibor. Diego Latorre. Por eso obligado juegan para el arquero Zolc Petri. La salida es con Vási. Petri. El Beto Alfaro Moreno en un instante en el equipo argentino. Jön majd az újabb csere. Pinter, faltan 8 Alfaro Moreno. Y también si algo le faltaba al encuentro aquí en Rosario es el Tata Martino. És jön Gerardo Tata Martino is. Conformar al público que está aquí. Diego La Torre Boldrini que había picado, Mohamed que le deja la pelota a Franco. Allí se juntaron los goleadores del equipo argentino. Sigue el turco. La pedía Visconti, se viene el turco. La torre por adentro, Mohamed. La torre que quiere, la torre que no puede. Tocaba Nagy para su arquero. Nagy Tibor higgadtan, Marozsáni a kidobott labda. Somogyi. Pedig 13-assal. Farkas Simon. Pisont. Már egy lövés talán. Pisont. Visconti vágja ki. Váci nagy. Váci Dénes ismét. En un instante Farkas ingresará en el conjunto visitante mientras que arrancan el contraataque. Boldrini. La torre por adentro. Sigue Boldrini. El que lo está marcando es Palocki. Palocki nincs irigylésre méltó helyzetben. La torre por adentro, Mohamed que ya llega, Visconti que la pide lateral en ataque. El sector derecho para el equipo argentino. Itt a mi melegítő két argentin, és a Tata kiáltás, ez nem arra vonatkozik, hogy hol edzőtáborozott általában a magyar válogatott, hanem ez Martino beceneve. Dominado totalmente por Argentina, Basile le dice vamos, vamos, Alfaro Moreno y a Martino. És itt a mi cserénk, Duró helyett jön Farkas. El equipo argentino ya produjo una sola modificación. El ingreso de Ariel Bordini reemplazando a Ramón Ismael Medina Bello. Ruggeri, aquí está el jugador Enrique. Mindez a 83. percben. Este es Villarreal. Villarreal. Argentino. A most beállt magyar játékos Farkas Simon talán a legkevésbé ismert játékosa ennek a magyar csapatnak is. Húzdról került Győrbe. És itt mutatkozott be a válogatottban. Ez volt az első és egyben az utolsó meccse is a magyar nemzeti csapatban Farkas Simonnak. Ugye a három cserénk, Pisont, Somogyi és Farkas egyaránt újoncként lépett pályára. La Torre, Marozsán. Marozsánnak pedig a négy válogatottságából ez volt az egyetlen, amikor vesztes csapattagja volt. Farkas, recientemente ingresado, y vamos entonces... És az egyetlen, amelyen végig játszott tehát. A két lecserélt Mohamed és La Torre, és jön Martino és Moreno. 15-ös Martino, 18-as Moreno.
89-ben Moreno az év játékosa volt Argentínában. Részt vett a Copa Amerikán is, akkor harmadik lett az argentin válogatott. Martino pedig 29 esztendősen. Bemutatkozhatott a válogatottban, de ő sem játszott több mérkőzést soha. De így is. Tata Martino elmondhatja magáról, és később edzőként is elmondhatta magáról, hogy egyszer ő is válogatott volt. Azt talán kevesen tudták világszerte, hogy a magyarok ellen. Viconti. El Beto que está esperando sobre el sector izquierdo. Cuando digo el Beto, digo Alfaro Moreno. El Tata Martino. Martino. Villarreal. Martino. Villarreal. Vale la pena ver un gol más, eh. Enrique. Sigue Enrique. Villarreal. Boldrini en la derecha. Villarreal. Enrique. Alfaro Moreno. Alfaro Moreno. Para los húngaros. Nagy Tibor mellett nem tudta elvinni a labdát. Nagy Tibor a jobbak közé tartozott érzésem szerint ezen a mérkőzésen a magyar csapatból. Hát a legjobbunk egyértelműen Petri Zsolt. Que tome el entre dos al número 9 que está solo adelante, que cuide las espaldas. Pici szerencsével még az argentinok első gólját is védte volna, vagy védhette volna. A második egyértelmű volt. Pintér. Ő is volt a magyar szövetségi kapitány is. El insulto de los hinchas de Rosario a los Pinter. Pinter, allí se venía Morosán, que nada pudo hacer. Villamink. Palocci. Palocki. Pinter. Morosán. Morosán. Seguía Morosán. Nagy, que recibe de Fischer. Nagy Tibor. Pison. Pison. Había tocado Enrique Villarreal. Itt most nem történt semmi. Martino. Franco. Franco. Sigue Franco. Visconti. Visconti. Gamboa. Martino. Martino. Un minuto. Nyilván a cserék még ambicionálják. Visconti. De a többiek már nem annyira. Villarreal. Viconti. Basualdo. Ő még előre jön. Palacki meg hazapöcköli Petrinek. Ja, nagyon sajátos helyzet volt, hiszen ezt a mérkőzést, ahogy említettem, itthon nem látta senki, mindenki az eredményből próbált következtetni, hogy milyen meccs lehetett. Hát egyértelműen fölényben volt az argentin válogatott. Váci révén egy helyzete volt a magyar csapatnak. Petri volt a legjobbunk. Tisztes helytállás. Palocki. Olyan sok játékost Mésző Kálmán nem fedezett fel, akik később a magyar válogatott kulcsemberei lehettek. Az összeszokottságnak nem lehetett ugye jele. Hihetetlenül fárasztó utazás után. Rosárióban azt a célt a magyar válogatott elérte, hogy tisztes ellenfél volt. Mint a boxolónak, amikor hoznak egy felhozó mérkőzést. Petri. Egy olyan boxolónak, mint az argentin válogatott, ugye, amelyik aztán majd az év főversenyét, Copa Amerikát meg is nyeri. Pintér. Pinter. Elkéri a labdát a játékvezető. Köszöni szépen. Ennyi volt
Az Argentina-Magyarország mérkőzés 1991. február 19-én Franco és Mohamed góljaival Argentina Rosarióban 2-0-ra legyőzte Magyarországot.